Titkolózik 2021-es versenyautójával kapcsolatban a Red Bull Forma 1-es csapata. Az osztrák istálló szerdán Silverstone-ban járatta be az RB16B jelű modellt, fotókat és videót azonban nem tett közzé az úgynevezett shakedownról. A csapat mindkét versenyzője Max Verstappen és Sergio Perez is kipróbálhatta az új masinát. Utóbbi versenyző egy nappal korábban még a 2019-es modellel hangolt a bejáratásra, Verstappen pedig szerdán ugyancsak lehetőséget kapott az RB15-ös modellel. A most látható felvételek is a 2019-es autóról készültek, hiába tettek meg közel 100 kilométert az új versenyautóval Silverstone-ban. A pilóták minden esetre elmondták véleményüket a 2021-es gépről. Egy új autót vezetni, bejáratni egy új versenygépet mindig különleges dolog egy csapat életében, mindenki nagyon keményen dolgozott a télen, szóval elég érzelemdús pillanat, amikor az új autó végre pályára gurul. Nagyon vártuk már, és azt kell mondjam, látom is benne a potenciált. Nagyon elégedett voltam, már az RB15-ös után is volt kiindulási alapom arra vonatkozóan, hogy milyen is a Red Bull autója, és hihetetlen volt beülni az én versenyautómba, abba az autóba, amit idén vezetni fogok. A körülmények nem voltak túl jók, mégis jó volt beülni egy kicsit ráérezni a pedálokra, a fékekre és minden új dologra, szóval nagyon izgatott vagyok. Azt gondolom az általános tapadást tekintve érezni az előrelépést mindenféle tempónál. Ez már most érezhető. Sokat nem köröztem, de éreztem, hogy az autóban van potenciál. Csak próbáltam kényelmesen érezni magam az autóban, hogy mire megérkezünk Bahreinbe, ne kelljen emiatt aggódnunk. Ez azért időigényes folyamat, és változtatnom is kell bizonyos dolgokon, hogy kényelmesen érezzem magam az autóban. De azt kell mondjam, fejlődtünk ezen a téren, változtattunk az ülésen, állítottunk az öveken, mindig kipróbálunk valami újat. Ez a prioritás, hogy kényelmesen érezzem magam az autóban, hogy mire megérkezünk Bahreinbe, készen álljunk arra, hogy szétrúgjunk pár hátsót. Max óriási tehetség, alig várom már a közös munkát. Természetes sebesség van benne, és technikailag is nagyon erős. Remélhetőleg ütőképes lesz az autónk, és annyi pontot tudunk gyűjteni a csapatnak, amennyit csak lehet. A cél szerintem a győzelem lesz. Nyilván ez egy folyamat, és remélhetőleg az autó elég jó lesz ehhez, de még várnunk kell egy kicsit. A Mercedesnek nagyon erős csomagja volt az elmúlt években, de remélhetőleg faragni tudunk a hátrányból, és meg tudjuk nehezíteni a dolgokat. Verstappen arról beszélt, bár valóban kevés teszt áll rendelkezésükre az idei szezon előtt, neki összességében nincs problémája ezzel. Igen, rövid lesz, másfél nap versenyzőnként, de nekem tetszik. A 6 tesztnap szerintem sok volt, és eléggé unalmas. Nem túl izgalmas, persze imádok Forma 1-es autót vezetni, de nincs meg a versengés izgalma. Szerintem rendben van a másfél nap, persze remélem, hogy ennyi is lesz belőle. Simán kell mennie, nem szabad, hogy problémák legyenek. Szerintem ez a legfontosabb. A mai egy filmforgatási nap volt, az RB15-össel kezdtem, hogy formába lendüljek a szünet után, és aztán beültem az RB16B-be. Természetesen ez egy új autó, össze kell szokni vele, például a motorral is. Arra törekszünk ilyenkor, hogy minden simán menjen. Próbálunk a lehető legfelkészültebben megérkezni Bahreinbe. A bahreini előszezoni teszteket március 12-e és 14-e között rendezik majd, az idény pedig ugyanitt rajtol március 28-án.